Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Szepessy Tibor, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatója. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a televízió nézőket is. Közeledik augusztus 20-a, milyen rendezvényre lehet idén városunkban számítani a kialakult helyzet miatt? Igen, valóban közeledik, és a jó megfogalmazás a számítani, hiszen mi is tervezzük a programokat, mint ahogy egész évben terveztük. Természetesen szeretnénk, hogyha ezek a tervek valóra is válnának, de látjuk a pandémia helyzetet, fokozatosan alakul, változik, tehát egyelőre valóban csak tervek azokat, amelyeket mi is papírra vetettünk. Ettől függetlenül bízunk abban, hogy a helyzet lehetővé teszi, hogy az előre eltervezett programok augusztus 19-20-án és azon a hétvégén megrendezésre kerüljenek. Milyen óvintézkedések betartása mellett kerülhet majd erre sor? Természetesen az ajánlott óvintézkedéseket próbáljuk betartani, azokat a létszámkorlátokat, a létszámkorláthoz tartozó előírásokat fokozatosan figyeljük, és természetesen ennek megfelelően tartjuk be. Azt kérjük mindenkitől, hogy próbálja betartani ezeket az óvintézkedéseket, tehát lehetőség szerint betegen, lázasan ne látogassa a rendezvényeket, a védőtávolságot próbáljuk betartani, és aki úgy érzi, hogy maszkban biztonságos az ő látogatása a rendezvényhez, az természetesen viselje mindenképpen a maszkot. Az augusztus 20-ai rendezvényen kívül, amely még most akkor tervezés alatt áll, ahogyan említettük, melyek azok a rendezvények, amelyek szintén előkészületben vannak, de úgy tűnik, hogy megtartásra fognak kerülni az elkövetkezendő időszakban? Én azt gondolom, hogy nézzük meg akkor először, hogy mit terveztünk a 19-20-ai hétvégére, hiszen 19-én, augusztus 19-én a Szent István napi programok elkezdődnek, terveink szerint. Délutáni órákban a zászló felvonással, hiszen nemzeti ünnep augusztus 20-a. Ezt követően kerül megrendezése, megtartása a Dériné Kulturális Központban egy könyvbemutató, amely Alvinc József, Fazeka Sándor, Jójárt László és Kuruc Mihály Mindent a magyar vidék jövőjért, mezőgazdaságunk 2010-2018 című könyvének a bemutatója. Ugye ez a könyv már bemutatásra került Budapesten a Karmelita Kolostorban, de miniszter úr mindenképpen kifejezett kérése volt az, hogy Karcagon, az ő szűkebb környezetében is kerüljön bemutatásra ez a könyv, amely természetesen nem csak egy könyvbemutató lesz, hanem dedikálással egybekötve, tehát megvásárolható a könyv, és miniszter úr dedikálja is mindenkinek ezt a nagyon szép könyvet. Ez lesz a 19. programja. És hát terveink szerint az augusztus 20-ai nap a megszokott rendben kerül majd lebonyolításra, legalábbis reményeink szerint. Vagyis a reggeli órákban a Szent István napi búcsúi szentmise a katolikus templomban, ezt követi majd a körmenet, mely után 11 óra magasságában a Városháza dísztermében az ünnepi önkormányzati ülésre várjuk az érdeklődőket, ahol az ünnepi beszédet Varga Mihály pénzügyminiszter, miniszterelnök helyettes fogja tartani. Ünnepi műsor is lesz természetesen ebben a programban, ahol karcagiak fognak fellépni, Donko Anna Mária és Donko Imre, a Debreceni Csokonai Színház művészei fognak egy reményeink szerint gyönyörű előadással elkápráztatni ismét mindenkit. Természetesen ezen az ülésen nem maradhat el a szokásos új kenyér megszentelése, megáldása, mely után az ilyenkor szokásos városi kitüntetések kerülnek átadásra. Egy picit talán azt gondolom, hogy több kitüntetés fog a mostani önkormányzati ülésen átadásra kerülni, illetve köszöntésre kerülni a kitüntetetek, hiszen a megyeházi ünnepséget is létszámkorlátok közé szorították jelen helyzetben, tehát várhatóan a megyei kitüntetettek is itt lesznek a város részéről köszöntve. És hogy augusztus 20 nem maradhat el körmenet nélkül, arató felvonulás körmenet nélkül, amely idén egy újabb helyszínen kerül megrendezésre, próbáltuk picit mindig módosítani, keresni a helyét. Ebben az évben a Múzeumparkból fog indulni a felvonulás, amelyet megelőzi
Én azt gondolom, hogy nagy örömünkre egyre többen jelentkeztek lovasok és szekerek, fogatok. Tehát egy csikós bemutatóval veszi majd kezdetét 16 óra 30-kor a Múzeum Parkban a felvonulás. A csikós bemutatót követően indul majd a Múzeum Parktól a felvonulás. Csikósok, fogatok, lovaskocsik, és ezt követi majd a mezőgazdasági nagygépek. Tehát várhatóan egy nagyon nagy létszámú felvonulás kerül idén lebonyolításra. A Múzeum Parkból indulnak, a Múzeum Parkba érkeznek, de egyébként a szokásos útvonalat fogják majd bejárni a felvonulók. És hogy addig, amíg megy a felvonulás, addig a gyerekek sem unatkozzanak, így a Múzeum Parkba egy kis kézműves foglalkozás, illetve óriás bábosok fognak egy kis előadással kedveskedni a gyermekeknek. És hát van egy rendezvény, amit már régen lekötöttünk, és azt gondolom, hogy lassan hagyomány is az augusztus 20-ai programban, ez pedig a Szolnoki Szimfonikus Zenekarnak a fellépése, koncertje a Városháza előtt, ahol idén egy magyar estet fognak prezentálni számunkra. Én azt gondolom, hogy ismét egy nagyon szép előadást láthat, aki ellátogat majd a Városháza elé, ahol egyébként létszámkorlát lesz, tehát az 500 fős korlátot mindenképpen szeretnénk betartani. Csak ülőhelyek kerülnek kialakításra. Én azt gondolom, hogy az előző évek tapasztalata alapján el fogjuk tudni úgy helyezni a székeket, hogy a megfelelő védőtávolság betartásra kerüljön, de természetesen nagyon kérünk mindenkit, hogy figyeljen oda erre a védőtávolságra, és ha megtelik a tér, akkor sajnos, hogy majd kordonon kívülről esetleg hallgatni lehet egy kicsit távolabbról, de én bízom a karcagiak megértésében, és remélem, hogy meg tudjuk tartani majd ezt a koncertet. És hát folytatódnak ugye a programok, hiszen ez nap 20-án kerül megrendezésre még a Nagykun Horgász Egyesület szervezésében a szokásos horgászverseny, illetve másnap 21-én az Ifjúsági Házban egy metal fesztivál a fiatal zenekarok fellépésével a rockzene rajongóinak, illetve 22-én, most nem a streetball bajnokságot tartjuk a Kosárligetben, hanem egy újfajta rendezvényt próbálunk. Zárójelben megjegyzem egyébként, hogy nem marad el a streetball, egy kicsit később, majd a szeptember elejé időszakban kerül megrendezésre, de hogy nem maradjon a Kosárliget sem program nélkül, ezért és érdekes módon most kerestek bennünket a Jászlóson-Szolnok megyei Kosárlabda Szövetségtől, hiszen egyetlen olyan szabadtéri pálya van a megyében, amely a szabványoknak megfelel, ez pedig a Karcagi Kosárliget. Tehát egy megyei felkészülési kosárlabda tornát láthat majd 22-én délután, aki kilátogat a Kosárligetbe. A Szolnoki Olaj, a Törökszentmiklósi Kosárlabda Klub, a Karcagi Sportegyesület és a Derecskei Kosarasok fogják összemérni a tudásukat. Tehát én azt gondolom és úgy látom, hogy ebben a 3-4 napban a Szent Istvánnapi napi programokban a szokásos és a gazdag kulturális kínálat látható, hallható, élvezhető a városban. Ezt követően milyen programokra lehet számítani? Természetesen szeretnénk folytatni azokat a kis koncerteket, amelyek elkezdődtek ugye itt a Sétáló utca végén a Filagóriában. Van jelentkezőnk, hál' Istennek. Elsősorban a karcagi zenekaroknak szeretnénk most lehetőséget biztosítani itt az iskola kezdési időszakban, tehát most már azért itthon lesznek a fiatalok, itthon lesznek a karcagiak, tehát egy picit a könnyű zene irányába próbálunk majd elmozdulni, illetve reméljük, hogy lehetővé teszi a városba érkezést a vírus helyzet, de ha minden jól megy, akkor a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny harmadik szakasza augusztus 31-én Karcagról fog elrajtolni. A Birkafőző Fesztivál online módon került idén megrendezésre, számos dologról beszéltünk ezzel kapcsolatban, viszont még nem értékeltük, tegyük ezt meg, kik vettek rajta részt, milyen jutalomban részesültek, hogyan került az átadásra? Én nagyon örülök annak, hogy nagyon sokan csatlakoztak a felhíváshoz, hiszen közel 80 főző küldte el fényképét, beszámolóját,
szöveggel, fényképpel arról, hogy hogyan zajlott náluk otthon, baráti társaságban, családi környezetben a birkafőzés. Nagyon örültünk annak, hogy ilyen szép számmal és ilyen gazdag beszámolók érkeztek. Megérkeztek a kötények, amelyeket ugye megígértünk, hogy jutalomkép meg fognak kapni azok, akik csatlakoztak a felhíváshoz. Jelenleg is folyamatban van a kötények átadása. Próbálunk mindenkihez személyesen eljutni és megköszönni a részvételt. Nyilván ez egy pici időbe telik, türelmet kérünk mindenkitől. Megvannak a pontos elérhetőségek, névsorok, mindenki meg fogja kapni a közeljövőben ezt a kötényt. És mindenkinek elmondom, hogy ez egy limitált kiadású kötény, csak annyi készült belőle, ahányan főztek. Tehát nem tudunk árusítani, nem fogunk adni olyanoknak, akik nem vettek részt idén az online birkafőző fesztiválon. Tehát büszkén viselheti majd az, aki megkapja, hiszen ez nagyon kevés embernek, csak annak a közel 80 főnek lesz a birtokában, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez talán egy kicsit több kedvet hoz majd mindenkinek ahhoz, hogy jövőre reméljük, hogy már nem online módban megrendezése kerülő fesztiválon, de hogy sokan részt fognak venni már a jövő évben is. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a részvételt, mi készülünk a jövő évi fesztiválra, hiszen azok a programok, amelyek idén elmaradtak sajnálatos módon, azok nagy része sikeresen átütemezésre került, tehát a koncertek, a kisebb fellépések azok mind úgy kerültek átütemezésre, hogy jövőre láthatóak, hallhatóak lesznek. A programokról, rendezvényekről térjünk át más területre. A Karcagvárosi Önkormányzat Oktatási Kulturális Sportbizottságának elnökeként a napokban járta be a Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményt, hiszen ott felújítás történt, amely hamarosan a végéhez közeledik. Mit lehet tudni a részletekről? Nagyon szép az iskola, teljesen megújult. Én azt gondolom, hogy nekem is nagyon sok meglepetéssel szolgált. Én magam nem a Kovács Mihály általános iskolába jártam általános iskolába, hanem az idézőjelben nagy ellenlábos Calvin 2-be, hiszen mindig rivalizált a Calvin 9 és a Calvin 2 egymással, de hát félretéve ezt a régi sérelmet, én nagyon nagy boldogsággal mentem be a Kovács Mihály tagiskolába, hiszen már az aulában egy teljesen más környezet fogadja a belépőt, valóban egy modern 21. századi iskola külalakjában is, és belső tartalmában is, hiszen nem csak a mozaikok, a járólapok, az osztálytermek padlója, a falak, az álmenyezet, a különböző kisebb elhelyezett kapcsolók, mindenféle kis kütyüknek az elhelyezése valóban azt szolgálja, hogy mind a gyerekek, mind pedig a pedagógusok megfelelő környezetben tudjanak tanulni, tanítani. És hát az a millió, ami jellemzi majd ezt az iskolát, az új lépcsőházzal, a lifttel, a kialakított mosdókkal, és azzal a belső udvarral, ami jelen pillanatban is átalakítás alatt áll, és bízom abban, hogy el fog készülni. Tehát valóban én azt gondolom, hogy mindenki jól fogja érezni magát ebben az iskolában. És bővült is az intézmény, hiszen új épületszárny is hozzáépítésre került. Így van, egy teljesen új szárny, ami már külalakjában is meghatározza az iskolát, hiszen egy olyan belső udvar került úgy kialakításra, ami csodálatos. De valóban az új szárnyban 5 tanterem került kialakításra, amely a pedagógusok elmondása szerint akár azt is lehetővé teszi, hogy ne kelljen vándorolni majd a gyermekeknek osztályról osztályra minden tanóra előtt, hanem mindenkinek legyen egy önálló tanterme, ami azért fontos, mert a közösségek, osztályközösségek kialakulása, a baráti kapcsolatok elmélyítése miatt nagyon fontosnak tartom azt, hogy saját osztályterme legyen minden osztálynak. Én bízom abban, hogy ez majd ezt lehetővé tesz. Másik nagyon fontos dolog a város életében, hogy szeptember 27-én időközi választásra került sor, hiszen korábbi polgármester Dobos László életének 63. évében elhunyt. Ön, mint a Fidesz-KDNP szövetség polgármester jelöltje, hogyan várja, milyen várakozással tekint az elkövetkezendő időszak elé, hiszen az elmúlt napokban kerültek leadásra sokszorosan azok az ajánlások, amelyek beérkeztek. Valóban a szombati napon a Választási Bizottság kiírásának megfelelően, ugye a szeptember 27-től visszaszámolva az 50. napon kezdődhet az ajánló
ívek átvétele és az aláírások gyűjtése. De megfelelő számú aláírást kell leadni ahhoz, hogy valaki a szavazólapra fölkerüljön. Én nagyon köszönöm a karcagiak hozzáállását, azt a sok jót, amit tapasztaltam az elmúlt napokban, hiszen mindenkitől csak a pozitív visszajelzéseket kapom, és az aláírások is ezt mutatják, hiszen nagyon rövid idő alatt, szinte rekordidő alatt gyűlt össze a szükséges aláírás, sőt azt mondom, hogy az aláírások többszöröse, amely leadásra is került. Megtisztelő feladat, én azt gondolom, a felkérés is nagyon megtisztelő volt, én bízom abban, hogy meg fogok felelni az elvárásoknak. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!